Megállás nélkül folyik a munka Galga Hévízen, hiszen a korábban elnyert pályázatok támogatása révén megvalósulási szakaszba léptek az építési műveletek. A község teljes megújuláson esik át, a kicsiktől a felnőttekig mindenki látni és tapasztalni fogja a látványos változásokat. A gyermekek vadonatúj játszótéren szórakozhatnak majd. Ahol most per pillanat állunk, ez a második Rákóczi Ferenc Emlékpark, ami az önkormányzat területe, ugyan az általános iskolánk tőszomszédságában van, de úgy gondoltuk, hogy itt lesz megfelelő helyen a játszótér, hiszen így módon ki lesz használva alsó és felső tagozatos gyerekeinkre is napközben, azon kívül nyitottá van téve a játszótér, tehát be tud jönni kisgyermekes szülő, vagy otthon lévő szülő másik gyermekkel is a játszóteret használni, kihasználni természetesen ezeket a játékokat, amiket bele is készítettünk, és hát folyamatosan készül még, a környezetének a megújítására várunk, hogy rendben legyen, és hamarosan birtokba lehet venni. A különleges játékok olasz prémium minőséget képviselnek, és EU szabvány szerint épültek. Ami kihelyezésre kerül, az egy nagy kalózhajó, amiben vannak mászókák, rudak, falmászó szett, mellette lesz egy kéttornyú vár csúszdával, lesz még mellette egy hinta, és ezen kívül van egy hatszögletű mászóka, falmászóka, rúd, kötélmászási lehetőség, és van két rugós egyszemélyes hintánk, ami állatokat fog ábrázolni, az egyik lovas, a másik pedig elefántos hinta. Mikor a várható a játszótér befejezése? Hát a játszótér befejezése hamarosan elkészül. A környezet megújításával, és hogy a kerítést és mindent rendbe tudjunk tenni, és hogy az EU szabványoknak megfelelő legyen, mi úgy gondoljuk, hogy egy szeptemberi átadással fogjuk ezt megnyitni, ami nem zárja ki, ugye, hogy ezért a nyár folyamán használatba lehet majd venni, és tudják használni a gyerekek. A pályázatokon kívül a Galgahévízi önkormányzat is önrészt vállal annak érdekében, hogy a munkálatok akadálymentesen megvalósuljanak. Milyen forrásokból valósul meg ez a játszótér? A pályázatok az MVH által finanszírozott pályázatok, igazándiból ezek 100%-os visszanemtérítendő pályázatok lettek volna, de hát ahogyan mindenki tudja, és mindenki számára világos az, hogy ebbe a helyzetbe, ahogyan vagyunk és állunk, és a gazdasági válság óta nem úgy alakulnak a pénzügyi eszközök, az a megvalósításhoz nem elég, tehát mindenféleképpen az önkormányzat saját erőből és a saját maga tartalékából finanszírozza még azokat a plusz költségeket, ami épp egy áremelésnek tudható be, amíg a pályázat elkészült és a támogatási szerződést megkaptuk, vagy pedig a mellette lévő környezetmegújítás és kerítés kialakítása. A 18. század elején épült barokk stílusú Szent Miklós római katolikus templom Galgahévíz egyik történelmi égköve. A templom felújítása elkezdődött oly módon, hogy a tornyot beállványozták, megtörténtek a műemléki felügyelőségi egyeztetések, és hát elkezdték szépen leglettelni és kijavítani azokat a párkányzatokat, amiket a műemlékhivatal előírt. Ugye barokk stílusú templomunk volt, barokk stílusba kellett visszaállítani, és a napokban elkezdték ennek a festését. Úgy gondolom, hogy ez már a falu ünnepünkön például már színösszeállítással és állványok nélkül lesz látható. Tehát a torony elkészül most a hetekben, és természetesen folytatódik tovább majd a homlokzat felújítása a hajó területén is. A templom szomszédságában található Götz tér is megújul. A több funkciós főtérnek szánt terület a tervek szerint egyszerre lesz őstermelői piac és kulturális rendezvények helyszíne. Ez lesz Galgahévíz főtere, szintén pályázat útján nyertük el, 100%-os visszanemtérítendő. Úgy gondoltuk, hogy Galgahévíz közösségének is kell egy őstermelői piac, beletekintve abba, hogy azért nálunk is vannak most már olyan fiatal családok, akik nem a mezőgazdasággal foglalkoznak, de szeretik azokat a termékeket, amiket itt Galgahévízen termelnek meg, akár kisvállalkozók, akár őstermelők, ki tudnak idejönni, el tudják adni, értékesíteni tudják. Azon kívül gondoltunk arra is, hogy azért nem messze tőlünk, és a falun belül is van biogazdálkodás, két család is foglalkozik vele, tehát mindenféleképpen észszerű és célszerű volt most már elindítani, hogy Galgahévízen ez a jellegű vállalkozás forma, és legyen egy olyan
ahol lehet vásárolni, de nem elégedtünk meg ezzel, hiszen két funkciós teret terveztünk, ez lesz a főterünk, ez lesz a piacunk, itt lesz a szabadtéri színpadunk, amit most már fedetté tettük, és bízunk benne, hogy ha tudjuk használni, mint őstermelői piac, akkor maximálisan ki tudjuk használni majd azokat a kulturális lehetőségeket is, ami éppen itt elfér, vagy amilyen rendezéseket lehet itt majd tartani. Új fejezetet nyit történetében a galgahévízi sportélet, hiszen a sportpálya és a mellette lévő épület is teljes megújuláson esik át. Elkezdődött a felújítás a sportépületen belül, megszűnik, megnagyobbodnak vizes blokkok, vendégöltözők és hazai öltözők, teljesen korszerűvé válik, az öltözőn belül kap helyet az illemhely, tehát nem kell most már kijárni a sportolóknak, lesz mozgáskorlátozott illemhelyünk, a bíróknak megfelelő öltöző és vizes blokk. Én úgy gondolom, hogy a mai kornak megfelelő lesz, elfogadható és szép is. Kap egy magas tetőszerkezetet, ami ugyan most nem lesz beépítve, de a későbbiek folyamán én úgy gondolom, hogy a sportolóinknak egy nagyon kellemes kis megbeszélést, vagy egy termet tudnak biztosítani, ahol éppenséggel az edzők és különböző vezetők instrukciókat tudnak nekik adni, vagy összejönni, megbeszélni egy-egy olyan folyamatot, ami magát a bajnokságon belül nekik ezt végre kell hajtani. Megújul a környezete is. Hát úgy néz ki, hogy ezt a falünnep keretében nem tudjuk átadni, de bízom benne, hogy a bajnokság kezdetekor már megújult formába, játékos kijáróval és egyéb dolgokkal szabaddá tudjuk tenni számukra, és használatba tudják venni majd.